A harmadik napirendi pontban tárgyaltak a Babits Mihály Kulturális Központ 2024. évi nagy rendezvényeinek támogatásáról. Ezen a héten dől el a Szekszárd-Megyeváros önkormányzatának 2024-es évi költségvetése, és ezen belül értelemszerűen a kulturális feladatok is előtérbe kerülnek. A Babits Mihály Kulturális Központ, illetve az azt működtető Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. Is elkészítette az éves költségvetési tervét, és ezen belül ugye, amely nagyon sok mindenkit érdekel, a városi nagy rendezvényeknek is a program és költségtervét. Ezt tárgyalta a Kulturális és Civil Bizottság, és hát örömünkre arra tett javaslatot, hogy minél több rendezvény valósulhasson meg ebben az évben városunk. Gazdag rendezvényeket tervezett az intézmény az idei évre. Értelemszerűen látjuk, érezzük, hogy az önkormányzat költségvetése mindig feszes. Mi megpróbálunk maximális módon megfelelni az elvárásoknak, ezúton is nagyon köszönjük a szponzoroknak, támogatóknak, együttműködő partnereknek, hogy reményeink szerint a korábbi évekhez hasonlóan idén is mellettünk állnak, és én azt gondolom, hogy a csütörtöki közgyűlés követően pedig lehet látni, hogy ebben az évben minden bizonnyal nem csak a születi napok és a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál programjai, hanem egyéb más nagy rendezvényekre is sor kerül. Ebben minden önkormányzati képviselőnek is a támogatását örömmel vesszük, és kíváncsian várjuk mi is a csütörtöki döntést. Egyetlen egyesületi vezető nem tudta személyesen előadni az általa képviselt együttes éves munkáját betegsége miatt, melyet írásban fogadtak el. A Kultúra Civil Szervezetek Városmarketing Bizottság nemrégiben tartotta a rendes ülését, bizottság ülését. Sok-sok feladat hárult ránk most ez alkalommal. Minden esztendő legelején meghallgatjuk azokat a szekszárdi kiemelkedő civil szervezeteket, művészeti egyesületeket, akiket a bizottságunk külön is támogatásban részesít. Ez alkalommal az egyik felét hívtuk ide az egyesületeknek, alapítványoknak, művészeti csoportoknak. 9 jelentkeztek be. A támogatás jelentős része a kiemelkedő művészeti tevékenységet folytató együttesek fogják megkapni. A fennmaradó összeget pedig azon civil szervezetek, egyesületek, akik a bizottsághoz folyamodnak támogatásért. A költségvetés közgyűlési tárgyalása csütörtökön lesz. Elmondták, hogy 2023-ban melyek voltak azok a mérföldkövek a művészeti együttesek életében, amelyek fontosak voltak és nagy szerepet játszottak az életükben, amelyek miatt méltán gondolhatunk arra, hogy gyarapodott Szekszárdváros művészeti élete, illetve a benne élők, a szekszárdiak rengeteg élménnyel lehettek gazdagabbak. Természetesen beszéltek arról is, hogy milyen a gazdasági életük, a Kulturális Bizottság részéről mi mindenféleképpen szeretnénk igyekezni támogatni őket ebben az esztendőben is. Jó hír, hál' Istennek, hogy az előző évhez képest jóval több lesz majd a bizottsági keret. Éves szinten 28 millió forintból fog tudni a bizottság gazdálkodni, amennyiben ezt a városvezetés elfogadja holnap után.